Hölgyek, urak, pónilovak, üdvözlök mindenkit, ismét itt vagyunk, ez itt a Popo Podcast, vagyis a lovakról beszélgetős internetes rádióadás. Én Jéger vagyok, és itt van velem... Retro Tom, mint mindig. Én is Bence vagyok. Na. Mi volt ez az intro, te? mondtam, hogy Bence ötletem volt. Én mondtam, hogy el fogom rögni, amúgy nem mondtam, de most nem mondtam. Tehát ez itt a Pónikról pofázós podcast, és hát ismét itt vagyunk. Immáron ez az ötödik rész, hát ezt is megéltük. Tényleg. És igen. Oh. Miért nem számolod? Hát minek számoljam. Ja, hát jó van. Aztán amúgy Bence, mesélj el nekem, hogy milyen érzés, hogy már öt epizódban háromba is benne vagy. Igen. Ezt így jól kiavítottad amúgy. Vagy ja, hogy ötből háromba, jó van, oké, bocsi. Azért, matekra én... odafigyeljék. Jó, én nem figyeltem. Jó, hagyjál matekkal, Tomi. Hát, akkor mesélj. Szóval azt kérdezed, hogy mit érzek? Igen. Jót érzem. Hát, jót érzem, igen. Tényleg így őszintén mondál, most így örülsz, vagy nem? Igen, örülök. Ne, hogy... Na, ennek mi is örülünk. Ja. Rendben van, akkor az intro az így meg is volt. Igen. Na, akkor kezdjünk is bele a témákba, hogy ne legyen most már ilyen másfél órás az adás, mert... Úgyis összehozzuk. Most ugye megbeszéltük a többiekkel, hogy na mostantól kezdve egy kicsit rövidebbre szeretnénk fogni ezt az adást, tehát hogy vagyis a maximum az az egy óra, annál több nem. Tehát, azt nem beszéltük meg, azt Tomi kijelentette. Jó, akkor Tomi kijelentette. De hát mi beleegyeztünk, szóval? Az akkor már megbeszélés. Hát, hogyha a hallgatás beleegyezés, akkor persze. Ennyi, na. Tehát lényeg az, hogy most próbáljuk egy kicsit rövidre fogni. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele azonnal a levesbe. Csak azért, mert különben úgy fog kinézni, hogy így egy órán így elhallgat az egész. Aha, azért csak nem. No, de akkor kezdjünk is bele. Hát nekem első hírem rögtön így kapásból az az, hogy mi már az előző podcastben beszélni szerettünk volna erről a játékról. Ami a, az is hosszú lett. A 3D Horse Game. Csak ugye már olyan szinten hosszú volt az előző adás, hogy inkább elvetettük. Most előhozzuk ismét, és... Megint elővesszük. Igen. És amit tudni kell róla, hogy mi amikor ezt fölírtuk így magunknak, hogy majd erről mi beszélünk, ez most nem tudom mennyire államtitok, na mindegy, akkor még csak bemutató volt róla, hogy majd jön a demo. Na de most ezen a héten pont kijött a demója, azt hiszem... Hát nem is ezen a héten, a múlt héten, de hú, mikor? Szombaton? Nem tudom pontosan. Azt hiszem szombaton. Tök mindegy egyébként, igen. Na, akkor beszéljünk erről a játékról egy kicsit. Na most... Kipróbálta valamelyikőtök? Hát kommentek ezért vannak, igen. Na. Hát már mint hogy ti. Ja, mi? Hát én persze. Hát szerinted én miért beszélek róla? Jó, akkor linked már. Jó, mindjárt. Hát... Na szóval a lényeg a játékról az, hogy ez egy ilyen, ahogy a neve adja, 3D Horse Game. Tehát ez egy 3D-s mászkálós pónis játék. Na most... Lovas pónis. Te már neve. Majdnem ugyanaz, na. Jó van, na. És... tehát ez az a játék, amire még a Hasbro így nem szólt rá, hogy na akkor... Kérlek szépen alásson fejlesztő, légy szíves, hagyd abba a munkát, mert ez minket zavar. Hát de hát mégis, hát épp ezért Horse Gamer, hogy még véletlenül se találjon rá a Hasbro, mert ugye, hát pasztel színű pónikat nem tud levédettetni, hál' Isten. Hát igen. Csak kivéve, hogyha benne van a nevében, hogy My Little Pony, nem baj. És a Cutie Mark az nincsen levédve? Azt mondjuk nem tudom. Mert de azt hiszem, meg nincs is a modelleken még Cutie Mark. Most, de most még, nézem. Dehogy nem, hát van. Van most nézem. Akkor, ajjaj. Na, de nem hiszem, hogy gáz lesz belőle. Reméljük. Hát még ott van az Equestria... Fallout Equestria-ra gondolsz? Hát az is, meg a Legend of Equestria az ja, is. Igen. Még az sem fújta le. Aminek a nyílt hétvégéről szerintem sikerült lekésnünk. Hát igen, pedig le is töltöttük a játékot, mert minden most mellékes. És mindegy. Na és a lényeg az, hogy erről a játékról azt kell tudni, hogy ilyen... Hát... hogy is mondjam, egy mászkálós, ilyen platformer-szerű, de ilyen hack and slash-es hasonlít, na,
Hasonlít. Legend of Zelda. Igen, igen. Nem? Hasonlít rá, csak annyival, hogy itt lehet ugrálni is. Tehát, nem úgy, mint a Link, hogy megy ezt, akkor nem tud ugrani. És akkor, hey, listen! Az meg repülni tud, vigyázzál. Igen, tehát az meg egy mellékes. És hát, ugye mivel ez egy demo még csak, ezért még nem tartalmaz annyi mindent, mint a végleges játék fog majd. Viszont még így is tele van contenttel. Tehát például én kipróbáltam, és a pályán szanaszét el voltak rejtve ilyen mindenféle póni tartozékok. Tehát itt gondolok ilyenekre, hogy fez. Láb, fej. Fez. Fez, nyakkendő. Hoppá. Zoknik. Napszemüveg, ilyenek vannak benne. Zoknik. Aha. Ó, igen, egyébként Jäger erősen zokni véd is ezt. És több színű zokni, szóval lehet bármilyen színű. Úgyhogy nagyon jó kis játék. És még mellette még ott van a harcrendszer, azon egy kicsit már fejlesztettek. Mert hogy most már van kard is, meg most már lehet ugye a varázslatokat így kraftolni, meg kombózni. És hát picit több ellenfél is bekerült a játékba, mint például az ugráló óriás békák. Ígéretesen hangzik. Aztán ott vannak Flatus-e a... fölfordulna, meg tudna, hogy a békáit ölögeted egyébként. Ezek gonosz békák. Jó, rendben. Rosszul áll a szemük. Ott vannak Vagy csak beleállt a lábába valami szálka, tudod. Az is lehetséges. Aztán ott vannak a miniatűr mantikórok. Na, annak át a lábába szálka. Igen, annak át a lábába szálka. Igen, igen. És hát... Még vannak ilyen gonosz OC póvnik. Tehát, hogy... Mando póni van? Nincsen. Akkor nem érdekel. Nem, ezek ilyen random generált OC póvnik, ha minden igaz. Yeah. Tehát, hogy ilyen a mindenféle eltérő színekben találsz. Tehát, hogy a inverse színektől kezdve a nem odaillő színekig minden színben vannak. Tehát, hogy arról látod, hogy na, az akkor az nem jó. Tehát, hogy... Random generátor cipónik. Nem, az enyémet is megtaláljátok, hallod? Igen, egyébként Tomi hatalmas kreativitásáról az OC-t, amit láttak a borítóképen, és az kb. Úgy csinálta meg, hogy kétszer rányomott a random gombra, és rakott rá egy borostát. És ennyi. Igen. És milyen jó lett a végeredmény. Azt azért el kell ismerni. Na jó, de az már nekem köszönhető. Ja? Jól van, fényezni. Amíg csak tudod. Mind mindig. Amíg csak tudod. Na, tehát, és akkor hát ennyi a játék végül is, hogy van egy rohadt nagy pálya, vannak benne ilyen ellenfelek, vannak benne... Ja, meg hát van egy-két ilyen növény, amit ugye nem szabad közelébe menni, mert aztán megöl. Úgyhogy... De egyébként nagyon ígéretesnek tűnik így első betekintésként ez a játék. De egyébként arról mesélj már még nekem, mert azt mondtad, hogy lehet varázslatokat kraftolni. Ez mit jelent? Mert gondolom, te próbáltad. Ez azt jelenti, hogy... Ugye kapsz elemeket, tehát hogy van ilyen, hogy Wonderbolt. Ja, azt hittem már, hogy Duracell. Nem olyan elem, nem baj. Na, tehát ilyen, hogy Wonderbolt, meg Celestia, meg ilyen elemeket lehet szerezni, és azokat, hát a kraftolás alatt azt kell érteni, hogy így tudod kombózni a kettőt. Tehát, hogy mondjuk van egy Wonderbolt... Van egy Wonder... Ja igen, ez is Unity Engine-es. Van egy Wonderboltod, meg van egy Celestialod, és akkor abból, ha azt a kettőt összerakod, akkor ilyen fény nyalábokat tudsz lőni. Konkrétan. Basztus! Mi van? Nem kell vágás, de egyébként nem igazán hallottalak titeket egy ideig, mert éppen próbáltam nem sikítani. Oké. Okay. Elindítottam a játékot, és olyan hangerővel dübörögött bele a fülembe, hogy Oké, most elárultad magad, ezt nem fogjuk kivágni, oké. Okay. Podcast alatt a Bence játszani szokott. Ennyi. Tényleg lezárva. Jó, felkeltetted az érdeklődésemet, azt ki akartam próbálni. Na, és a lényeg az, hogy tehát, így lehet kombózni a varázslatokat, hogy összeraksz kettőt, és akkor úgy változik meg a varázslatnak a kimenetele. Tehát most sorolhatnék egy jó párat, mondjuk kettőt most elmondok, hogy mint amit az előbb mondtam, hogy Wonderbolt és Celestia, akkor egy fénynyalábot lősz, mert az alap Wonderbolt az azt hiszem csak egy sima nyalábot lő ki magából, tehát annak nincsen ilyen speciális képessége. De vagy például... Nagyon jól néz ki. Van azt hiszem ilyen elem, hogy surprise talán azt hiszem az, és ha azt kevered a Wonderbolttal, akkor meg az van, hogy lő egy nyalábot, az így eltűnik, és utána egy ilyen
buli, golyó, nem tudom mi jön elő, tehát hogy na, ki kell próbálni a játékot, és akkor meglátjátok. De azt csinálom, de most szóltál be miatta. Nem baj. Egyébként szerintem nagyon jól néz ki. Igen, azt le kell szögezni, hogy szelséded, aztán nagyon szép lett. Nekem minden ilyenről egyébként a Borderlands jut eszembe. Hát persze, mert az is szelséded. Hát igen, mert az éget be az embernek a tudatába, de egyébként ahogy így meséltél a játékról, nekem hirtelen egy másik videójáték, aminek semmi közel Pony világhoz jutott eszembe. És semmi gond. A Magicka. Oh. Hallottatok, próbáltátok? Én hallottam róla, de nem játszottam vele, de gondolom ott is ez a varázslatkraftolós cucc van. Igen, tehát a Magicka az pontosan úgy működik, hogy van 6 elemed, amiből 5-öt szabadon keverhetsz, és kaphatsz belőle minden varázslatot. És most nekem hitelen ez ugrott be, és hát most az egy dolog, hogy ez a játék is ilyen lesz, az szerintem senkit nem zavar, sőt, mivel a Magicka egy marha jó játék, és a kettőt ígérgetik már egy ideje. Viszont a Magickában van még egy nagyon fontos jellemző, ha fogalmazhatok így, az, hogy az egy ilyen komédia játék, tehát még csak véletlenül se próbálja magát komolyan venni, sőt, tele van utalásokkal, videójátékokra, filmekre, szóval hát tudjátok minden ilyesmire, és ezért az embernek ez úgy jó szokott lenni. Például amikor az ilyen láva labirintusba mész, és egy helyen megszólal a Super Mario-nak a zenéje. Az érted? Igen. It's me, Mario! Aztán meg mész tovább a lávatengerbe, és akkor azt látod, hogy ott van egy sziget a távolba, és keresztül gázolsz a láván, úgyhogy ugye levizezed, és akkor egy ideig lehet rajta járni, és akkor ott találsz egy csontvázat, mellette meg van egy lézerkard, amit föl lehet venni. Ami fénykard, de nem baj. Igen, egyébként. A Star Wars-osok most itt harapni fognak, úgyhogy vigyázz. Igen, nem érdekel, én casual vagyok. Oké, akkor megbocsátom. Gyorsan tessék átmenni hardcore-ba. Így van. Na, azért mondom, hogy ez jutott eszembe, hogy vajon ilyen fordulatot fog venni, vagy érted, komolyan veszi magát, mert hát, megmondom az őszintét, hogy tudod, ponylovakkal az ember nem nagyon veheti magát komolyan. Igen, és igen, és akkor a Fallout Equestria? Az egy kivétel, erősíti a szabályt. Így van, az egy kivétel. Egyébként most, hogy ugye próbálgatom a játékot, bocsi, de most így nézem, én szerintem, remélem, hogy ez nem akarja majd komolyan venni magát, mert ez már most nagyon poén. Főleg, hogy most megtaláltam ezt a fest. Igen, ezt most akartam mondani, hogy ez rohadtul nem fogja szerintem komolyan venni magát, ez csak egy ilyen játék lesz, tehát, hogy el lesz vele az ember. Jó, biztos fognak csinálni hozzá valami sztorit, tehát azt nem hiszem, hogy az nem lesz benne, de valószínű nem lesz olyan fú, de nagyon halál komoly a játék. Úgyhogy... El tudom képzelni, hogy mit tudom én, Spike elrabolja Cadence-t, mert miért ne? Miért ne, ja. Go spy not! Várjál, és akkor ez a körbenéz, hogy elraboltam a hercegnőt, és egy vízvezeték szerelő sincs a közelbe. Úristen! De jó ég. Vágjátok, sarkany elrabolja a hercegnőt, és igen, akkor a vízvezeték igen, szerelőt. Igen, ura, igen, tudjuk, igen. Volt róla, azt hiszem, pont egy-két perccel ezelőtt. Szó, úgyhogy... Yes. Na, akkor szerintem ezt kiveséztük. Bár még annyit hozzáteszek, hogy annyiban különbözik majd ez a játék a Magickától, hogy itt nem 5 varázslatot, hanem csak 2 lehet egyszerre keverni. Viszont el tudod őket menteni ilyen profilokba, úgymond. Tehát, hogy van egy csomó ilyen szabad helyed, és hogy ne kelljen tökölni, így el tudod menteni magadnak későbbre. De mondjuk akkor gondolom, hogy az alapvarázslatok száma, amiből lehet aztán 2-2-t egyesíteni is több, gondolom. Tehát persze. Jó, persze, hogy ha más sorrendben használod fel ugyanazt a 2-t, akkor persze, hogy ugyanaz marad a varázslat, tehát ott nem változik. Ja, hát igen. De... Remélem ezen a staminával, hogy csinálnak valamit, mert szerintem egyelőre nagyon kevés. Nem is az, hogy kevés, hanem ha meghalsz, akkor nem tudsz újraéledni. Még ez az egy hibája van a játéknak sajnos. Ja, hát jó van, még csak demo. Hát igen, szóval. Persze. Viszont ez még nagyon mindig... demo, azt nem hibáztathatod. Viszont nem az okni. Na látod. Úgyhogy ja, ez egy ilyen aranyos kis játék is, mert mi már várjuk. Na, akkor szerintem elővetjük a következő témát, nem? De. Jó. Magyar szinkron. Yes. Amit, akkor szerintem először hadd mondjam el azt, vagy mondjuk el azt azoknak, akik esetleg nem lettek még megáldva azzal, hogy a magyar szinkronba belehallgattak,
hogy az harmadik adásban ott is ugye mondtuk, hogy miért von le, mert azt mondom, hogy járjuk meg, hogy miért von le annak az értékéből, hogy ugye én a Sonic Rainbow-ot láttam először, de hogy magyarul, és hogy ez miért von le az értékéből. Hát egész egyszerűen azért, mert a magyar szinkron. És ezt szépen mondtad, mert tudod, podcastünkben nem nagyon szoktunk káromkodni, itt is, ott amúgy előbukkan egy-kettő. Igen, és úgyis ki lesz ilyen jelve, szóval. Hát reméljük. Tomi? Hát reméljük. Ha más nem, majd én megoldom. Jó. Szóval igen, nagyon rossz a magyar szinkron minősége. Eléggé. Tehát hogy itt most nem arra gondolunk, hogy már nem is tudom, mit akartam mondani, besültem, nem baj. Teljesen mindegy, ez már benne marad. Nem, tehát nem arra gondolunk, hogy fordítási hibák vannak, mert az nincsen olyan fú, de sok. Az úgy viszonylag korrekt. Az viszonylag korrekt, hanem az, hogy a szinkron színészek megválogatása, az nem pont a legjobb. De és még nem is a szinkron színészek megválogatásával lenne a baj, hogyha effektíve ezek szinkron színészek lennének. Hát azért van egy-kettő, aki azért elég... van egy-kettő, aki elég jó, igen, de hogy mit tudom, hogy most mondjuk azt veszük, hogy például, hát most akkor mondjuk egy olyat, mondjuk Twilight-nak, jó, amit erre érzékeny vagy, azért lehet, hogy nem így gondolod, de viszont Twilight-nak elég jól eltalálták a hangját. Így van. Nem hozza olyan jól, mint Tara Strong, de egész jó. De szerintem, viszont... szerintem magyarban nagyon illik rá ez a Vadász Beat, szerintem az egyik legjobb szinkron színész. Igen, de viszont még az se azért van, mert hogy olyan nagyon jó szinkron színész lenne, hanem egyszerűen azért, mert az alaphangja az nagyjából egyezik ezzel a Twilight-os hanggal. Így van. Mert most megnézel egy Tara Strongot, ő belőle nem néznéd ki, vagy lehet, hogy kinéznéd, nem tudom, én például nem néztem volna ki belőle, hogy például a Shaolin leszámolásból, hogy ő szinkronizálta Omit, aztán ugye Pindurpandurokba Puszedlit, meg azért Ben 10-be a Bent, tehát ezeket én sem néztem volna ki. És még vagy a kedvencemet a Spyro-ban is azt hiszem adott valami hangot, de viszont igen. Ez nem is lehet felsorolni, annyi hangja van, és férfi, amire a sorozat szerint férfi, igen, hangok igen. Ad olyanokat, hogy beszélt, érted. És viszont azért, jó, bocsi, aztán itt meg magyar szinkronba, hát ott nincs ilyen, hogy most elváltoztatja, nem is az, hogy elváltoztatja, mert Tara Strong is most érted, egy rendezőnek szinkron szerint az azt csinálja, hogy konkrétan alkot egy külön hangot, saját hangját, nem is az, hogy saját hangját változtatja, hanem alkot egy külön hangot annak a karakternek. Pont az egy színész. Igen. Most itt a magyarba itt annyi, hogy beválogattak olyan szinkron színészeket idézőjelben, már bocsánat, hogyha esetleg hallgatják, nem is megsértem őket, nem hiszem, hogy hallgatnak, akiknek úgy gondolták, hogy hát illene rá az alaphangja. A Twilight-nak ez is került olyan jól eltalálni, de például Rainbow Dash-nek egyszerűen borzalmas. Hát, na igen, Rainbow Dash-nek sajnos ez a reketes hang. A Gruber Zita, igaz? Igen, igen, ami hát nem azt mondom, hogy rossz, hanem hogy nem illik rá. Jó, biztos vannak neki is jó munkái, de most... Persze, hogy vannak, hát én hallottam egy csomót. Tehát. Igen. Viszont tudnék sorolni. Uh-huh. De egyébként mindig én vagyok, aki veletek ellenkedik, úgy néz ki, de megmondom az őszintét, szerintem nem lett olyan rossz maga a szinkron magyar viszonyhoz képest, azért azt el kell ismerni, Tomi, sőt, egyébként szerintem nemzeti viszonyban se lett még olyan rossz maga. Az énekeket azt tegyük félre, mert azok tényleg elég silányok lettek. Azért vagyunk sokan fölháborodva szerintem, mert hát az angol minőséget nem közelíti meg. De igen, szerintem igen. Nem lett rossz. Én is az első két részt, amikor néztem magyar szinkronát, én úgy voltam vele, hogy karcolja a fülemet, meg minden. Nagyjából a hatodik résznél úgy voltam, hogy figy, hát ez van. Szerintem ez tök jó. De, szerintem Tomi, ez tök működik. De Tomi, te most miről beszélsz? Most figyelj, magyar viszonylatban nem lett rossz. Most ebbe kötnék bele, mert figyelj, elmondom neked, mi szinkron nemzet voltunk. És voltunk, lehet, hogy még vagyunk, nem tudom, lehet, hogy még vannak olyan jó minőségű szinkronok, de voltunk. Például a Flintstone családot, ugye, ami eleve az angol szinkron eredeti, az nem volt rímes, a Romhányi, ugye, aki behozta ezeket a rímeket a szövegkönyvbe, abból az amcsik egy csomót visszavásároltak. Mert olyan jól lett a magyar szinkron. Tudom, én és még lehetne egy csomót mondani, hát szinkron nemzet volt, és ilyet ide hánynak. Az a baj, érted, hogy ahogy haladunk a korral, úgy leszünk egyre, hát hogy is mondjam, pessimistábbak, tehát hogy
már egyre jobban elveszítjük a hitünket, meg mit tudom én, és ez hát meglátszik szerintem a szinkronokban, és most lehet, hogy nincsen párhuzam a kettő között, de szerintem én így látom meg a dolgokat, mert például van most ugye az Archer, mint sorozat. Annak a szinkronja se lett valami jó. Mondjuk hát igen, de... Mondjuk én el voltam vele magyar szinkronnal. Mondjuk nem az, nem azért, az nem azért rossz, mert nem jó a szinkronja, hanem az azért nem jó, mert az, abban olyan poénok vannak, amik a magyarban nem jönnek át. Tehát az, azért van az, hogy én is azt így most így elkezdtem nézni angol szinkronosan felirattal, mert esküszöm, én megnéztem magyarul, és nem jött át úgy a poén. De egyébként az is, nem is az csak, hogy a poén, mit tudom én, a nyelv miatt nem jön át, hanem ott is az, ami ugyanaz, mint az MLP-nél, egyébként erre is akartam kitérni, hogy az MLP-snél, meg az Archer-nél is az a gond, hogy nem élik át. Most a magyar, az eredetiben milyen természetesnek hat meg? Hát igen, tehát hogy ott tényleg az van, amit mondanak. Magyarban meg ez a... Ja, hát, bocsánat, mit is mondtál, nem értettem, hogy hívnak. Letőse. Ja, és ennek az lett volna a lényege, hogy nem érted, hogy izé, hogy... Ja, de én ott már az elsőn értettem, meg végig lehetett érteni. Igen, tehát hogy ebben nem volt beleélés. Letőse. Úgyhogy ez van. De igen. Ezt eszköz szeretni, végül is. Na, de akkor folytassuk már. Tehát akkor hol hagytad abba, Bence, hogy akkor... Szerintem a Gruberzitát megemlítettük. Igen, tehát például Rainbow Dash-nek nem lett a legjobb a hangja sajnos. De viszont aki az Ed the Gala dalban ugye énekel Rainbow Dash helyett, az nem a Gruberzita, nem tudom, hogy az kicsoda, de ott eredetileg őt akarták az eredeti szinkron hangjának, azt tudom, csak valamiért végül nem ő lett, pedig ő szerintem tökéletes lett volna. Mi, énekelni? Nem énekelni, hanem alapból a Rainbow Dash szinkron hangjának, mert az nagyon jó. Ja, aki énekelt? Aha, értem. Az tényleg mondjuk jobban illett volna rá, mert ott a dalnál, hát ott azt mondtam, hogy na az egyetlen egy jó nóta, ami így jól sikerült. Tehát az összes többi az olyan nem lett jó. Sőt, hogy a kedves hallgatókat itt kínozzam, hát... Második évad 26. rész a This Day Aria, magyarul tudjátok, az... Bocsi. Maga a pokol. Na, de ez csak mellékes volt, de lényeg az, hogy... Az igen. Akkor szerintem Rainbow Dash-en meg vagyunk. Na, akkor én most kitérnék Rarity szinkron hangjára, hogy ugye nála az volt, hogy ő neki kétszer is lecserélték a szinkron színészét. Ugye először volt az első évadban a Kerekes Andrea. Na, ő még úgy, ahogy jó, illett hozzá, illett a karakteréhez. Tehát ez a drágaságom, meg ez a ilyen Rarity stílus, ez így illet hozzá. Most Tomi fogja be a fülét, tudjuk, hogy utálja a Rarityt, nem baj? Nem baj. Aztán ugye, hát közben ugye első évadban volt a Molnár Ilona, aki meg ugye Trixinek volt a szinkron hangja. Na, és második évadban ugye nem volt Trixie, és ezért fogta magát a szinkrongárda, és vagyis a stáb, és lecserélték Rarity magyar hangját a Mornál Ilonára. Aki ugye a Trixie-nek volt a hangja, és az meg nem illik rá. Tehát az olyan szinten nem illik rá, hogy ezt nem tudom leírni szavakban. Aztán, hogy is volt, hamarabb jött az Equestria Girls movie itt Magyarországra, akkor volt a megváltás, hogy akkor visszacserélték Rarity-nek a hangját ugyancsak Kerekes Andrára, sőt, harmadik évadban meg is hagyták, mivel is harmadik évadban a Trixie visszatért. És ugye Trixie-nek meg kellett a rendes hangja. No, és akkor ez oké volt, ott már örültem neki, hogy hál' Istennek Rarity-nek valami normális hangja van megint. És utána jött a kicseszés, ugyanis a Rainbow Rax magyar szinkronos filmbe megint a Molnár Ilona lett a Rarity hangja. Na most én itt azt nem értem, hogy mi a fenének kell itt változtatgatni a szinkron színészt. Hogy az egy az nem volt jó, ami volt neki, vagy mi a fene? Hát, nem tudom. Jó, mondjuk most az, hogy nem ért rá, vagy nem tudom, az mondjuk lehet, de nem tudom. Tehát, hogy na. Igen, szerintem is ez van mögötte, hogy szerintem nem úgy volt, most a beosztása lehet, hogy most ezt el tudja vállalni. Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam én is, de mondjuk nem tudom, mert az azért elég fura, hogy első, meg harmadik évad, meg Equestria Girls-ben tud, viszont a második, meg negyedikben, ugye vagyok, a Rainbow Rax-ban meg nem tud. Tehát, hogy... Egyébként a Minimax ezzel rendszeresen spoilerezik is, mint az állat, mert
mert azt hiszem az első Equest Hero Girls is úgy lett leszinkronizálva, hogy még a harmadik évad szinkronja előtt, és most a második is a negyedik évad szinkronja előtt. Szóval igen, itt olyan, igen. Főleg a kastély, mert mindent, olyan spoilereket nyomnak azoknak, akik esetleg angolt nem nézik. Így van. Tehát azért ez egy kicsit kicseszés. És igen. Most nem bántani akarjuk a Minimaxot, csak így mondjuk, hogy... Csak szrafikázni! A lényeg az, hogy ezt nem így kéne csinálni. No. Nagyon ezt... nem. Na, de akkor azért Tomi is mondjon már valamit. Jó, rendben. De egyébként mielőtt még én kitérnék, akikről én akartam beszélni, szinkronok, még azt így hozzátenném, hogy már lehet említettem, nem tudom, elmondom még egyszer, hogy én szoktam... Hát ugye hobbi szinten szinkron színészkedni én is, és főleg angolul. És amikor megpróbáltam, ugye van ez az egy olvasásom fönn a channelen, azt bevallom, hogy nem a legjobb, és nem is értettem, hogy miért nem lett a legjobb, mert megmondom az őszintét, hogy két különböző nyelven szinkron színészkedni teljesen más élmény, teljesen más hozzáállás kell. És én ennek tudom be, hogy amikor hallgatunk és nézünk egy filmet. Tehát, hogy nem tudom, hogy ugye én is amikor nézem, ugye angolul egy másik nyelv, lehet jobban oda kell figyelnem, lehet jobban bele kell élnem magam, és ezért így berögződött nekem ez a stílus angolul is. És amikor meghallottam magyarul, ugye az a teljes koncentráció annyira nem kellett, mert ugye mégiscsak az anyanyelvemen hallgattam, és teljesen más volt az élmény. De ugye, mint tartja a mondás, hogy a más nem feltétlenül rossz, én ezért akarom védeni a szinkron. Tehát, hogy én nem azt mondanám rá, hogy furcsa, jó, vannak, mert például Rainbow Dash-nek a hangját azt én is eléggé fájdítom. Bár mondjuk, ha már itt tartunk, Rarity-ét is. És te Rainbow Dash-ed? De és a Rarity-ét is fájdítom, megmondom az őszintét. És nem azért, mert utálom. De teljesen objektív vagyok, higgyétek el nekem. Ugyanakkor, igen, ide is ugyanakkor például igen, hogy a Twilight-nak, Applejack-nek a hangja szerintem az nagyon szép volt. Pinkie Pie-ról nem is beszélve. Na figyelj, Pinkie Pie témámnál vagyunk. Pinkie Pie szerintem hogy ugye eltalálták, bár Pinkie-re meg én vagyok nagyon érzékeny, szóval azt mondom, lehetett volna jobb is. Figyeljetek, én csak ők egyek is. Figyeljetek, egyet mondok. Szerintem a Pinkie Pie lett a legjobb. Kész! Le van tudva! Na jó. Na, de mi? De hallod, Bence, ha ebben nem adsz igazat, én nem... Jó, elismerem. iPhone vagy jó, elismerem. Nem lett olyan rossz Pinkie. De én akkor is eredeti Pinkit kérem, kész. Jó, akkor válogassál. Na. Nem, mint ami nem azt. Hát, válogatok, kész, nem érdekel. Na, hagyjuk. Pinkie az enyém. Hagyjuk, Tomit szózni. De visszatérve Pinkire és a szinkron hangjára, Zsigmond Tamarára. Tehát én amikor megtudtam, sőt nem megtudtam, hanem én azt meghallottam ma az első epizódnál, hogy azt, tehát én rögtön padlót fogtam, mert hát ugye nosztalgia megcsapott mindenestől, ahogy van, és hát most így megnéztem, hogy Zsigmond Tamara mikbe van benne. Hát hadd mondjak például nagyobbakat, nagyobb neveket, például az Ed and Edit, nem tudom, hogy kinézte Cartoon Network-ön köztetek. Azt szerintem körülbelül mindenki. Na, hát a... Mindenki, akinek volt gyerekkora. Azért mondom, a Szöszinek ő volt a hangja például abból, aztán ott van például, igen, a Totally Spies, született kémek, Clowernek, ugye a szőke pirosnak ő volt a... Igen. Ő volt a hangja. Valami rémlik, tudod, mert én azt nagyon régen láttam. Valami, és akkor itt még kiemelném a Standalone Complexből, a Ghost in the Shell Standalone Complexből a Kusanagi Motokot. A főszereplő. A főszereplőnek, igen, ő volt a hangja, tehát én ezt meg sem mondtam volna. Tehát így most olvastam, és így visszagondolva a hangra mondom, atya úristen, hát az tényleg ő. Na de most képzeld el azt a kontrasztot, hogy a Kusanagi az egy, tudod, ez a mély hangú, komoly nő személy, és akkor most igen, és állíts... akkor rákontrázik. Igen, rákontrázik. És akkor most ezt a személyt állítsd kontrasztba a rózsaszín energialabdacsal. Azért az, hogy nem semmi. És kijön rajta, tehát, hogy jól csinálta. És jól csinálta mind a kettőt elképesztően csinálta. Szerintem, ha valaki, akkor ő volt az egyetlen szinkron színész, aki teljesen beleélte magát a szerepébe. Na, azt mondjuk aláírom. Na, tessék! Jó, az, hogy én ezt így aláírom, az most vegye mindenki készpénznek.
Jó. Főleg, hogy Pinkyről van szó. Jó, ez már két dolog. Igen. A másik, akiről szeretnék beszélni, az pedig Szabó Zsejke lenne, a Fluttershy-nak a hangja, és... Ja. És megmondom az őszintét, hogy én nem vagyok nagy filmnéző, tehát most nem tudok hozzátok vágni mindenféle filmcímeket, hogy ebből van, ebből van, amabból valami esetleg, ugye Zsigmond Tamarával is működött volna, úgyhogy én most animéket fogok sorolni, mert abban még... Mert ugye köztudott tény, mi a Retrotommal, legalábbis én meg Retrotom, ugye nagyon szeretjük az animéket. Na. Akkor én megint afkolok. Ne fakkolj. Jó, csak de egyébként, jó, egyébként én se, nekem sincs velük semmi bajom, mert csomót még szeretek is, meg néztem rendesen, csak úgy nem tudom, én nem vagyok annyira benne. Jó, mindegy, Bence, csak egy mondat lesz. Tehát, hogy rengeteg, például Bleach, Naruto, Nana, Soul Eater, Soul Eaterből egyébként az egyik... Naruto-ból kinek? Hinata. Igen, nem? Hinata hangja. Igen, Hinata. Az egyik kedvencem, bakker. Várjál, Naruto, Hinata, erre most rá kell keresnem, mert név szerint annyira nem ismerem őket. Meg várjál, amit, másikat, amit Tomi akart mondani. Igen, a Soul Eater az meg ugye az egyik én kedvenc animémbe, és abból is az egyik kedvenc karakterem, Tsubaki hangja volt. Itt van, és ez ugyanez van nálam is, Tomi, úgyhogy most itt osztozzunk a témát. Csak így megszerettem volna, és akkor még itt van fél tucat legalább, nagyobb hang mindenféle animéből, és akkor mondom még itt nem akarok nekiállni sorolni mindenféle filmeket, mert filmben nem vagyok jártas. Egyébként a Szabó Zsejkére visszatérve, őnek is eléggé jól átjött a szinkronja ugye az MLP-be, ugye Fluttershy hangja. Uh-huh. Tehát őnek, mert hogy ő meg ugye egy csomó olyan szerepet játszott, ahol pont ezt a félénk karaktert játszott, tehát ez a visszahúzódó, ez a halkan beszélő, mint a Tsubaki például, vagy a Hinata. Ja, hát, szóval... Most így végignéztem az anime szerepein, igen, lehet, hogy pontosan ezért kesztelték meg őt, ezért vették be. Igen, mert ő volt a legjobb hozzá, ja. Úgyhogy... Viszont... Oké, ki szeretne még mondani valamit? Hát szerintem ugye a hivatalos szinkron, ja nem, még a hivatalos szinkronhoz még azt, hogy ugye ezt végére ugye a Fekete Leves, amivel a legjobban, de úgy a legjobban, hogy nagyon a legjobban elbírják cseszni időről időre a magyar szinkront, és ez minden évadban előjön, hogy rendszeresen adnak női karaktereknek férfi hangokat. Jó, igen. Gondolok itt most például Dörpire, Fotófinisre, és a harmadik évadom Bepsitzre. Igen. A Fotófinisnél mondjuk még azt mondom, hogy jó van, elmegy, úgyis egy ilyen karakter, hogy ilyen, érted, most mondjuk, fogjuk rá, hogy jó van, de azért mégse, de most Dörpi meg Bepsitz, akinek egyrészt, érted, Fotófinisre együtt mindegyiknek látszik egyértelműen. Ja, és egyébként hogy... ugyanez a szinkron, még a Pipsqueaknek is volt a hangja, de ez csak mellékes. Igen. Tehát ezt a négyet szinkronizálta. Igen, szóval... hogy egyértelműen látszik, mert most nem mondja már nekem senki azt, hogy ott a Minimaxnál, vagy akár a Subway stúdiónál, mert egyébként ők csinálják a magyar szinkront, hogy senkinek nem esett le, hogy most akkor kancáknak kerek a arcuk, csődöröknek meg szögletes. És azért szerintem, aki megnéz ebből egy részt, annak már egyértelmű. És akkor most az, meg még az is, hogy eredetileg ők elvileg hallgatják az eredetit, hogyha valaki, legalábbis aki lefordítja, legalább. Hát igen, szóval... de csak az, aki lefordította, tehát a többi az onnantól kezdve honnan hát tudja, igen, hogy ő, annak igen, alapul. De ő azért még szólhatna nekik, hogy hello srácok, hát nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy nem volt egy valaki a stábban, aki nem szólt nekik, hogy hát srácok, ezt elcsesztétek. De figyelj már, hát persze, hogy nem szól, mert tudod miért? Mert úgy van ez megcsinálva az a szinkron, én szerintem, hogy fogta magát a Minimax, megbízta ezt a szinkron gárdát, ezt a stábot, hogy csinálják még, és ennyi. Tehát, hogy nem mondták neki azt, hogy léci, figyeltek már oda, hogy milyen a szinkron, meg azért próbáljátok már ugyanazt a színvonalat, semmi. Meglettek bízva, ők csak megcsinálták, amire meglettek kérve, ennyi. Aztán, hogy a minőség az hogy van, az nem érdekelte őket. Ez leginkább szerintem azért van így, mert hát lássuk be egyrészt, hogy pénz, másik meg, hogy... Gyerekcsatorna, igen, és ott gyerekcsatornára, azért... tehát most szerintem úgy, igen, úgy áll hozzá az ember ilyenkor, de a stúdióvárra, hogy ez csak egy újabb ilyen agyi basztó a gyerekek számára. Igen, és hogy ez csak ilyen kisgyerekeknek van, az meg minek a színvonal, ugye? Szerintem úgy állnak hozzá kb. Mint a BBC, amikor az eredeti Dr. Whittaker csak rávettek körülbelül. Szóval, aha, ugye az is csak ilyen izé volt, hogy mi ez most?
Jó, de hát azért... De viszont pozitívum, hogy Dörpit azt javították. Ja, igen, azt javították, de Az nekem az... akkora katarzis volt, hallod, mert unokahúgaimnál vagyok, és akkor megy a Minimax, ez kis, 4 éves kislányoknak, és akkor megy a Minimax, és akkor jó, mondom, jön, kezdődik, hallom a intrót, mondom, na jó, magyar szinkron, nem baj, leülök elé, csak így ezzel nézem, és akkor úristen, ez a rész, nézem, hogy jön Dörpi, már várom, érted, ezért már föl vagyok készülve, már magamra bontam párnákból egy ilyen hatalmas ilyen pajzsot, érted, mert beburkolóztam, hogy jó, akkor én most ezt nem hallom, és jön Dörpi, és ez csak mi a franc? Női hang. És mit szívtam? És haluzok? Ja, de most Szintén várjatok, várjatok, mert nekem eszembe jutott még egy dolog, amikor a Sonic Rainbow-ba, amikor megmentik ugye a Thunderbolt-ék a Rarity-t, jaj, akkor meg... Spitfire-nek is tényleg férfi hangja van. Igen, tehát hogy... Ah. Az még, igen, hát eléggé fura volt, de utána az meg ugye másik epizódban meg már rendes női hangja volt neki. Szerencsére. Tehát, hogy ott meg már rendes Spitfire volt. Hú, várjatok, várjatok, mert én meg most néztem meg Nagy Ervin szinkronművésznek a sorozatbeli szinkron szerepeit. Ő volt a Varázslatos Barátságban a Braverne-nek a hangja. Igen, azt látom, azt látom, igen. Na, de várjál, mert a többi szerepjeire most néztem rá, és azt láttam meg, hogy körül, tehát amilyen filmben Johnny Depp van, őt mindenhol ő lesz Johnny Deppnek a hangja. Úristen, ő a Johnny Deppnek a magyar hangja. Igen, tehát most ez, tehát a kicsit... Ja igen, mert egyébként ez egy létező dolog, hogy embereknek, most egy színészeknek izét adnak, hogy akkor most ő adta vagy a magyar hangja, és akkor mindig te szinkronizálod. De most ezért nem tudom, hogy egy kicsit meleg csávó meg a Johnny Depp közötti párhuzam, csak számomra komikus. Egyébként én is, nekem is ez jutott eszembe, amikor mondtad, szóval csak nem akartam szóvá Viszont, tenni. bocs, hogy közbeszólok, viszont itt most nézem a szinkron listát. Egyedül a Karib-tenger kalózaiba nem ő volt a Johnny Depp hangja. És tényleg, Egyedül. és tényleg. Egyedül. De az összes többi Johnny Deppes filmben ő volt. Elárultak. Hát, az életünk egy hazugság volt, nem baj. Előtt pont a Johnny Depp filmben, nem... Hát, ja. De egyébként erről jut eszembe, hogy Jégert, a Shining Armor-ről nem akartál beszélni. Jaj, tényleg, ez meg kell, hogy osszam veletek, halljátok, amikor ugye volt Shining Armor a második évadban, na, ott neki a Markovics Tamás volt a szinkronja, akit ugye a Dexter laboratóriumából és a South Parkból a Kenny hangjaként ismerhetünk, és ugye hát második évadban ő volt, de aztán harmadik évadban ugye a Shining Armornak lecserélték a szinkron hangját a, mindjárt mondom, a Mosher Károly, úgy kell mondani? Azt hiszem. Hát, hogy úgy van írva, akkor úgy kell mondani. Hát, úgy van írva. És ugye őről tudni kell, hogy ő a Csillagok háborújában volt Anakin Skywalkernek a szinkronhangja. És akkor azt képzeljétek el, harmadik évad, az a rész, amikor ugye jön a King Sombra, ugye a Sombrero király, ugye jön, mint a füst, és akkor Shining Armor megszólal, hogy úgy látszik, nem csak a birodalom tért vissza. Halljátok, síró görcsöt kaptam, mondom, a legjobb szinkron hang, a legjobb szöveg hozzá, a legjobb sorozatban. Smart. Gyerekek, ez fucking smart. Ez nagyon, smart. Ez annyira smart. Purple smart. Az igen. Igen, igen, ez purple smart. Itt sírtam a röhögéstől. Ráadásul azt szerintem az még eredetiben is egy Star Wars referencia akart lenni, mert ugye ott jön Shining Armor északi sarkon, bebugyolálva abba a szemüvegbe, meg sálba, szóval... Igen, igen, alapból is az lett volna, de ez így magyarul ez átjött. Gratulálok, ez még jobban átjött magyarul, gratulálok, igen, hogy ez így igen, leesett neki. Ez kivételesen, ez egy jó poén volt. Így. Tehát rendes megörültem neki. Igen. Tehát ez muszáj volt most így megosztanom. És nem tudom, hogy remélem nem én vagyok az egyetlen, akinek ez feltűnt. Tehát, hogy mert egyetlen egy embertől nem hallottam ezt vissza. Hát, de hogy az egyetlen, akit ismerek, akinek föltűnt, szóval, hát nem tudom, majd kedves nézők, hallgatók, kommentbe légy szíves. Így van! Egyébként az előző alatt sem voltak aktívak ilyen téren, amikor mondtuk, hogy kommentbe, de talán most már nem. Na, viszont őszintén te aktív szoktál lenni kommentben, mert hogy én körülbelül 30 kommentet írtam életemben, az is biztos. De én mutattam azt a komplet headcanont a Half-Life 3-nak a debütálásáról, amit egyszer írtam, nem? Jó van, igen, azt láttam. Igen.
Akkor csend. Na, de még egy dolgot még szeretnék hozzáfűzni ez a témához, és utána ezt zárjuk le. Az még pedig az, hogy ugye még mielőtt kijött volna a Minimaxos szinkron, előtte volt egy olyan szinkronos epizód, ugye azt hiszem ez úgy volt... A Ticketmaster volt. Igen, a jegymester. Ki jött DVD-n. Az jött ki DVD-n, és ott teljesen mások voltak a szinkron színészek. Viszont ott egy dolgot akartam hozzáfűzni, hogy ugye Vadász Bea a Minimaxos szinkronnál Twilight-nak a hangja. Ugyanakkor itt Rarity-nek volt a hangja. Tehát, hogy ő már előtte is azért benne volt az Én kicsi póni mizériába. Ő durván benne van, érted? Igen, igen. Jó, ez meg még egy, meg egy kis kitérő. Nem tudom. Haj, Tomi! Jó, hogy beszélek, nem baj. Nem baj, ezek a poénok kellenek, tehát hogy enélkül sehol nem lenne a színvonal, tudjál. Igen, igen. Úgyhogy, na, a lényeg az, hogy még egy dolog, és ez legyen a záró, hogy nem tudom nektek, mi a véleményetek Applejacknek a magyar szinkron hangjáról. Szolecki Janka, vagy Szolecki Janka, bocsi. Őszintén megmondom, én úgy voltam vele, hogy az elején nagyon idegesített. Tehát ez egyszerűen azt mondtam, hogy nem, és a sokadik epizódnál, ilyen hatodik, nyolcadiknál azt mondom, hogy megszoktam, és meg is szerettem. Tehát akkor ma azt mondtam, hogy igenis, szerintem passzol hozzá, csak kellett nekem egy ilyen lefutási idő. Hát jó, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy a második évadtól kezdve ott már jobban beleérte magát a szerepbe. Tehát, hogy ott már tényleg próbálta ezt a tájszólásos beszél stílust így hozni. Akkor nem csak nekem kellett hozzászokni. Ezt akartam mondani egyébként, hogy az elején nagyon nem hozza a tájsz, nincs meg pont az a tájszólás, amitől Applejack. Igen. Mondjuk a hangja az meg lenne hozzá, csak a tájszólás. Az igen, maga a hang az... Aztán korrekt. Utána a második évadnál ez bizony szeretem, meg mit tudom én, ilyen dumák voltak. Na az már igen, az már úgy... Az már úgy, ja, fejlődés. Talán a negyedik évadra már elkapja. Úgyhogy még Applejack az, akire azt mondom, hogy ő sokat fejlődött azért így a szinkronos időszak alatt. Emman beszéd. Emman beszéd, ja. Jobb. Jobb. Amúgy mi a tököm az Abbion? Hát, micsoda? A Humbrodira mindig, amikor van egy ilyen poszt, akárhova... Az bizony lenne, csak ilyen Abbion. Jó, nekem annyira nem esett le, hallod. Nem. Jó, mindegy. Hát pedig nem. Ez Abbion. Hát pedig ez egy tipikus ilyen tájszólásos beszólás. Hát ez olyan, mint amikor... Na jó, de a lén vagyok kb. Az a tájszólás az annyiba kimerül, hogy az helyett A van. Hát meg nem ismered a vicces, hogy amikor... Hogy mit mond a földmíves a telefonban, amikor fölhívják? Nokia. Igen. Jaj, Tomi. No. Na, várjátok egyébként, még mielőtt ezt a témát lezárnánk... Fú, még jó, hogy mondtam ez az utolsó. Nem baj, mondjam. Mert szerintem szerencsétlen gyerek most, hogyha hallgatja, akkor most már haját tépi. Úgyhogy említsük már meg, hogy van YouTube-on megtalálható, és remélem Jégert megkérem, hogy majd linkelje ide be. És... Persze, mindent. És most írt föl, mert múltkor is elfelejtettél néhány dolgot. Írom, már most írom. Jó. Hogy a YouTube-on, hogyha jól olvasom ki, akkor My Strike Ranger felhasználó néven. Ez jó, hogy Mystic, nem baj. Jó van, én most, mert tudod, My Little Pony, és akkor mondottam, hogy My Little Pony, tehát tök mindegy. Na, szóval Mystic Ranger felhasználó néven fut egy srác, aki készített egészen pontosan 6 videót, arról, hogy neki milyen szinkron hangó ötletek jutottak eszébe, ilyen, szóval akik jók lennének szerinte, és szerintem egész korrekt kis hangokat válogatott össze. Igen, igen. Ugye van, aki hogy összevágta a jelenteket, hogy a sorozatból kivágott jelentek alá, mit tudom én, hogy mondjuk a... Egy másik sorozatból, igen. Benne volt az a hang, azt úgy alávágta. Igen, hogy mondjuk beszél a Star Wars-ba hogy én vagyok az apád, és akkor azt mit tudom én, oda alávágva, hogy nem tudom, hol van ilyen nagy katarzisos pillanat. Mit tudom én. Valahova alávágni. Tudod, hogy szombréról jön, és kristályok. Ja, igen. És akkor én vagyok a kristály. Ja. Szóval egy ilyen, ilyesfajta videók. Nagyon korrektek, nekem tetszettek. Akit érdekel, ott van a leírásban, nyugodtan meg lehet nézni. Igen, és egyébként ez még az, hogy erről még annyit, hogy
hogy ez engem akkor ért el, amikor éppen, hogy csak Brawny lettem, szóval még ja, karaktereknek, a fele karakterek, akiket láttam azokban a videókban, fingom nem volt róluk, szóval hogy például Discordnál csak így néztem, hogy ez meg mi. Ja, igen, mert gondolom még csak az első évadnál jártál. Igen. Aha, igen, hát ott voltak ilyen spoiler alert dolgok. Igen. Úgyhogy... Na szóval, akkor azt hiszem erről ennyi. Igen. No, hát, mint ahogy mondtam előző részben, hogy szokásom már vált, hogy én folyamatosan fanfiket olvasok, szóval amíg ez a jó szokásom megmarad, addig én szeretnék ezekről a fanfikekről beszélni. Ezen a héten kérlek szépen én az utolsó könnyek a Tartarusban című fanfictiont olvastam, és ez végre egy olyan fanfiction, ami nem angol nyelvű, mármint angol nyelvű, de le lett fordítva Silent Unicorn által, és hát a linket megtaláljátok a descriptionbe. De most mielőtt akármit is mondanék erről a műről, szeretnélek titeket megkérdezni, hogy utolsó könnyek Tartarusban mire asszociáltok? Hát valami Tartarus, és valami sírás. Léci, legyél majd kicsit absztraktabb, és ne... Na jó, de várj, akkor előveszem a művészi vénámat, aztán előbb mondja Jéger. Én valami olyasmire gondolok, hogy valakit Tartaruszba száműznek, és ugye utolsó könyvek azt gondolom arra utal, hogy halálra van ítélve. Szerintem viszont ez egy akkora mocskos nagy átvitt értelembe vett metaforás, hasonlatos cucca, mennyire csak lehet. Uh-huh. Hát... Nope. Igenis, és nem is. De ezt majd ti eldöntitek. Szóval az egész fanfiction az arról fog szólni, hogy ugye a Tartarusnak a kapuja az így megtörik, és minden túlvilági démon, ork, stb. Goblin, amit csak akartok, kiszabadul Equestriára, és hát azt szépen gyorsan le is igázza, és az egész Pony társadalma rabszolgasorsba taszítja. Cerberus! Ja. Akit visszaűztek labdával. Már látod az is, Pinkynek mindenhol vannak labdái. De Pinky. No, tehát ez most így hirtelen ennyit mondtam róla, tehát ez még a környezetet leírja, de még nem spoiler, hál' Istennek, és ugye egy ilyen rabszolgának az életét fogja kísérni, 83-as számú, mert hát ugye miután rabszolgasorsba taszítják őket, hát szinte a nevüket is elvesztik meg. Vannak ilyen egyéb dolgok, amiben nem elég bele, viszont ki szeretném emelni, hogy ez egy eléggé ilyen thriller, és eléggé 18-as, erőszakos dolog. Szóval akinek nincsen hozzá gyomra, és hogy gyomra, ezt jogosan említettem meg. Nem erős idegzetű. Hát nem erős idegzetűeknek való. Az egyszer nem jól mondtad. Nem gyenge idegzetűeknek ja, való. Igen, nem gyenge idegzetűeknek való. Ugyanakkor, aki bírja az ilyet, vagy nehogy Isten szereti, annak nagyon tudom ajánlani, mert én megmondom kerekperec, hogy férfias könnyeket hullattam a végén. Mert hát utolsó könnyek Tartaruszban Nabum, meg a körülbelül a fanfictionnek az első fél oldala is azzal kezdődik, hogy meghal a főszereplőnk. Szóval... Ja, tehát ez olyan, hogy van egy ilyen, tehát hogy a legelején a bevezetésként a legvége van, és akkor utána egy visszaemlékezés, és utána megint visszaugrunk a jelenbe? Igen. Szerintem nem. De. Hát én olvastam, ha tudjam. De igen, aha, ez pont okay. Az ilyeneket... Tartaruszba azt arra gondoltam, hogy akkor a halála után megy Tartaruszba rabszolgálnak, de akkor mindegy. Á, szülyeség. De az ilyeneket mondjuk szeretem, amikor így az elején pont a vége van, és akkor utána van egy visszaemlékezés, és utána a végén megint az van, ami az elején volt, és akkor így. Ja, ez kicsit ilyen Odüsszeia. Nem teljesen. Nem mondjuk, mert ott a izé, mert ott a, pont a közepe volt az elején. Igen. Hát ez nem ugyanaz. Igen. De egyébként gondolod, hogy erős idegzetűeknek? Hát nem tudom, én speciál a Cupcakes-t, meg a Rainbow Factory-t, azt végig röhögtem, szóval lehet, hogy én erre ránézek. Na jó, de az teljesen más kaliberű, mint ez. Ez teljesen más kaliberű, de azért mégiscsak no. Hát igen, de ja. A Cupcakes meg a Smiley is díjazzal, ugye azzal az van, hogy... Rainbow Factory-t mondtam, jó, hogy figyelsz. Ja. Tök mindegy. Meg a Cupcake. Mindegyikben az a lényeg, hogy ez a semmi értelme nincs az egésznek jóformán, csak az erőszak, érted? Viszont... Igen. Ezt azért találták ki, hogy legyen valamivel rémizgetni a népet.
Igen, igazából. viszont ennek, tehát ez egy eléggé komoly sztorit és egy morált, egy hozzáállást akar az emberekre így ráerőltetni felülről, mondhatnám. És nem tudom, nekem sikerült. Majdnem sokszor le is késtem az átszállásomat miatt, mert ez egy olyan dolog, hogy nekem minden nap 2 órát kell utaznom, egyet oda, egyet vissza suliból, és mit csinál az ember, olvas. Na de jó van, szóval akkor lekésted a átszállás, semmi baj. Viszont van még egy utolsó témánk a mai napra, amiről csak felületesen fogunk beszélni, mert már nincs annyi időnk. Ez a pónik kihatása a mindennapi életünkre, amiről nekem van egy frissebb sztorim, ma történt sztorim. Hogyha akkor azt én ezt elmondom, utána meg gondoljátok, akkor még hozzáfűzhettek ti is dolgokat. Alright. Ez nem biztos, hogy akkora nagy sztori, csak ugye nekem ez most egy olyan volt, hogy ó, tényleg jó van. Na. Szóval ugye nem titok, ugye gimnáziumban járok, 11. osztályban, mint Jéger, ő is, és akkor ma érted, ülök rajzórán. Bocsi, én nem gimnáziumban, hanem szakközépben vagyok, de a 3. osztály, tehát az stimmel. De tudod, hogy nekem az a 2-tök ugyanaz. Hát jó, neked. Most meg fognak verni páran, na mindegy. Szóval ez ülök rajzórán, és valami olyan feladatot kaptunk ki, hogy le kellett rajzolni, vagy nem lerajzolni, hanem le kellett írni azt a szót, hogy szecessziós betűtípussal. Hát megmondom, hogy szecesszió, jó van, elmondom, ez nem tudom micsoda, jó van, akkor leírtam, hogy szecesszió, ilyen, kb. Ilyen erősen közepes betű grafikával. Típussal, nem? Igen. Hogy mondom, akkor jó van, ez most jó lesz ez így, és oda rajzoltam, csak hogy poénból a C betű fölé egy nagyon picike kis Pinkie Pie-t. És akkor... Mi mást? Mert mi mást? És akkor jött oda a tanár, ugye, hogy megnézze, hogy mit ügyködök. Róla azt kell tudni, hogy ő elég gyakran, elég sokszor, amikor én pónikat rajzoltam, elég sokszor rajzolám pónit, körülbelül mindig azt kezdi általában rá, hogy jaj, már megint póni, magának nincsen más témája, most már igazán rajzoltna máshol, nem mindig csak póni. De most meglepődtem, mert ezek szerint hozzászokott, és elfogadta ő is, mert odajön, és akkor nézi, hogy ha, póni, na, mondom, hogy mi más, és akkor na jó, de hogyha már póni, akkor lehetne nagyobb, meg mit tudom, és akkor elkezdi magyarázni, hogy lehetne nagyobb, és akkor mondjuk a sörénye az lehetne, hogy a betűnek a izé, mit tudom, és akkor elkezdi magyarázni, hogy oké, hogy a pónit rajzoltam, de legyen olyan póni, ami jobban kitölti a lapot, tehát egy nagy Pinkie Pie, és hogy a sörényét, hogy a mit tudom, és akkor elkezd magyarázni, hogy akkor jó, akkor nosztal, na gyerünk, akkor rajzoljon pónit. És azon, hogy meglepődtem, hogy jó van, úgy látszik, akkor itt így kezdenek hozzászokni az emberek. El tudom képzelni az tanár, így hazamegy, hogy hülye gyerek, folyton nézzük, póni, nézd meg minden, mi a fene, ez elkezdi nézni otthon a sorozatot, így hirtelen végignyalja az első 3 évadot, netán 4-et, és akkor és akkor legközelebb órádban meglátja, és akkor aha, Pinky Pie, ott van. Ó, igen. Oké. De egyébként tartottam már neki tavaly Brony történelem órát, szóval... Júj. Hát van ez így. Igen, ott maradtam, akkor még 8. órában volt a rajzunk, most az első, és akkor ott maradtam 8. óra után, mert kérdezte, hogy mi ez, mert akkor is agyagozni kellett, én megagyagoztam egy rainbow-des fejet, amit később ki is égetett, én meg kifestettem, csak azt ki lett dobva, mindegy. Kidobtad, de miért dobtad ki? Én nem, ő. mert ott maradt az iskolában. Nem a... Igen. Hogy lehet, hogy ilyen hallod? Ja, lelked. Na. És akkor ott maradtam 8. órában, és ott elkezdtem ott is magyarázni neki, hogy hát ez úgy van, hogy ez jó, hogy ugye a felnőttek, és akkor szeretik a pónikat, mert mit tudom én. Hát furcsán nézett rám. Na, de akkor ezzel a témával kapcsolatban én akkor egy utolsó szót szólnék, és akkor utána mára ennyi volt. Nem tudom, ezt szóljatok, ha meséltem már előző podcastben, mert én úgy emlékszem, hogy nem még. Tehát, hogy amikor találkoztam a boltban a sráccal. Ez nem volt. Azt nekünk mesélted, de podcastben még nem volt. Jó, akkor ezt megosztom a hallgatókkal is. A sztori annyi, hogy
ugye nekem a szomszédom, a jó szomszédom, vagyis a jó szomszédomnak van egy boltja szembe velünk. Tehát, hogy van egy ilyen mini vegyes boltja. Sanyi bácsi. Hát most nevet nem akartam mondani, köszönjük lehet a poént, nem baj. És lényeg az, hogy ugye itt volt nálam haverom, ugye nyár volt, és ugye meleg volt. És így megbeszéltük, hogy jó, akkor hozok magunknak két dobozos kólát. És akkor majd azzal elleszünk. Mert valaki közben nagyon elkezdett gerjedni. Szerintem most már oké. Okay. Mindegy, és a lényeg az, hogy ugye átmentem a boltba, ugye szembe, és előttem volt három gyerek, ugye egy kisfiú, egy kislány, meg egy velem egyidősnek látszó srác. Szerintem tuti velem egyidős volt. És hát a pólóján meg ott nagyba virított a Final Scratch. És ugye kérték a literes kólát, meg mit tudom én, és már így ment volna el a gyerek, vagy mentek volna el ők így hárman, én meg így rászóltam a gyerekre, hogy király a pólód, Final Scratch? És akkor így visszakérdez, hogy te is brohni vagy, mondom, így van. És egy olyan epic brohúfot legyeszik egymásnak, halljátok. Hú. Ez életem egyik legjobb pillanata volt körülbelül. Jó, hát nem mondom, majd lesz ennél jobb is, de egyelőre ez nagyon jó volt. Tehát ez mai napig kurva jó emlék. És most elszóltam magam, hogy... Nem baj, Tomi megoldja. Cenzúra! Jéj! Úgyhogy lényeg az, hogy ilyen is előfelé, és értitek, itt, Jászladányon, az Isten háta mögött, ahol talán én vagyok az egyetlen egy rohadt bróni, és a szomszéd boltjánál jön egy másik bróni, és ott találkozok vele, hallod. Hogy ezt a lehetetlenséget, és mégis megtörtént. Lehet, hogy csak egy pillanatra, de megtörtént. De jó, ez a sztori, ez még azt is mondani, utána történt. Ja igen, hogy közben izé, így megkérdezi tőlem, most már kimondom a nevét, akkor Sanyi bácsi, hogy izé, hogy mi volt ez a öklözés, meg mi az a póni dolog, és akkor mondom, hogy hát tetszik tudni, van ez a sorozat, hogy Én kicsi póni varázsatos barátság, ugye magyar címmel mondtam, hogy azért tudja, és hogy mondtam neki, hogy... És ugye mondtam neki, hogy izé, hogy ez úgy lett megcsinálva, hogy ez már nagyon élvezhető, tehát nem ilyen kislányoknak, illetve alapból azoknak lenne kitalálva, de úgy van megcsinálva, hogy ne csak azok tudják nézni, hanem mondjuk az apukák, anyukák és esetleg nagyobb tesók is tudják élvezni. És ugye ebből lett a bróni közösség, és ezt így röviden tömören elmondtam neki, és hát így mondta, hogy jó, akkor majd lehet, hogy én is megnézem. Hát azóta nem nézte meg. Nem baj, legalább tud róla. Egyébként elég optimista ember, tehát hogy őt igazából azért zavarja. Azért ez mekkora fun lenne majd, hogy a szomszéd Sanyi bácsi is megnézi a MLP sorozatot, és akkor érted, mész ki, ott ül ki, nézd már sorra a kezébe. Szóval átmegyek a boltba, és akkor azért, jó reggelt Sanyi bácsi, egy Pinkie Pie-t kérnék, és akkor valami, adjuk már. Jó, hogy beszerezne a boltba, ilyen mindenféle pónis cuccokat, és akkor ott árulná. Isten, lehet, hogy át is nevezni a boltját valamire. De várja, mert én most meg azt képzeltem, hogy Sanyi bácsi fogja magát, és azt mondja, hülye gyerek van, mit néz a tévében? Mi ez a hülyeség? Átmegy Bence Royce tanárjához, és együtt nézik. Úristen, most már álljon rá, kapusztunk. Esetleg még neked egy sztori, amiben így a Sanyi bácsi, meg a Royce tanáromhoz csatlakozik egy harmadik személy? Nem, sajnos nekem ilyen nem volt, abszolút. Én is találkoztam egy brónival, így teljes, hogy internet meg előismeret nélkül, egyszer a buszon, de az tényleg annyi volt, hogy te is bróni, az hát, ökölpacsi, aztán úgy körülbelül ennyi történt, mert soha többet nem láttuk egymást. Hát egyébként nekem is ez volt most ez a boltos eset, de egyébként öröm volt. Hát de tudod, Budapesten még... nem olyan nehéz. Hát Budapesten nem, de itt érted, az Isten háta mögött, bocsánat, itt azért kicsit más a helyzet. Nekem ilyen még egyszer nem volt. Majd lesz, ne aggódj. Eljön az ideje. Úgyis megyünk Tomához, azt jó. Na, akkor... Ez izé, hallod, ez kulisszatotok. Na. Jó, hát most ezt az egyet, ezt most ezt már csak... Ezt az egyet is te lehetett mondani. Ez átjöttök, aztán itt folyamatosan megy majd a... Karaoke. Come on every pony, smile, smile, smile. Nem most, majd akkor. Na. De most is jó. Lesz majd a
Every pony's gay for Brayburn. Ne már! Brayburn, Brayburn, jó. Bray, jó van. Amúgy is én vagyok Brayburn, hogy ilyen. Azt hiszem témában vagyunk így, ez egy tökéletes zárás volt. Na, na hát akkor köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, köszönjük, hogy itt voltatok, meghallgattatok minket, és reméljük, hogy a továbbiakban is majd érdekes témákkal tudunk majd kedveskedni nektek. Én Jéger voltam, itt voltak velem Retrotom, mint mindig. Und Bence. És még én azt és... hadd tegyem hozzá, hogy jó barátunknak és grafikusunknak, Piropontnak is szeretném megköszönni, hogy eltűr mi hármunkat, mert hát nem vagyunk semmik. Jaj, igen. Tehát, hogy... neki innen hatalmas csók. Igen. Így van. Meg majd adás után is. Respect. Tomi, az oké, hogy minket, de a hallgatókat ne. Na, tehát még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Viszlát. Sziasztok.